20 helyszínen több mint 300 fellépő művésszel szerveződik az idei Zeneszület Fesztivál. José Curá világhírű tenort kérdeztük a fesztivált megelőző napokban arról, mikor a tehető a Filharmóniával a kapcsolata, és milyen emlékei vannak a pécsi zenei partnerről. Curá elmondta, még 2021-ben Pécsre látogatott, hogy felmérje, milyen kulturális, potenciális együttműködési lehetőség rejlik itt Pécsen. Akkor ismerkedett meg a Filharmónia Magyarország vezetőivel. Leültünk beszélgetni, és eldöntöttük, hogy csinálunk egy koncertet, ami tavaly megvalósult, és nagyon jól sikerült. Ezt követően újra tárgyaltunk, és akkor találtuk ki ezt a pilot projektet, ami tulajdonképpen egy kis fesztivál a Zeneszület Fesztiválban. Majd ezután újra átbeszéljük, milyenek a további együttműködési lehetőségeink. Abban biztos vagyok, hogy a fesztivál nagyon szép művészi hét lesz. Curá azt is elmondta, hogy a fiatalok számára vonzóvá tenni a klasszikus zenét nem könnyű dolog, de mégis nagyon egyszerű. Megértettem, amikor egy kritikában azt olvastam, hogy José Curának meg kell tanulnia, a komoly zene nem azért van, hogy szórakozzon és élvezze a színpadon. Akkor rájöttem, hogy nem csoda, hogy ez nem vonzó a fiatalok számára. Tehát, amikor előadjuk a komoly zenét, akkor nekünk ezt élvezni kell. Örömet kell benne találnunk, így tudjuk vonzóvá tenni. Ez a fesztivál pedig pontosan erre ad lehetőséget. A világhírű tenor a Zeneszület Fesztiválon karmesterként és operaénekesként is fellép. Puccini, La Rondin, azaz Fecske című operájában énekel majd a Kodály Központban. Karmesterként, énekesként is kiválóan helytáll a művészeti életben. Ez a kettősség nem probléma számára. Önmagamért vagyok felelős, ezért ez számomra nem egy nehéz feladat. Én már egy elismert énekes vagyok. Nagyon örülök, hogy az a koncert, amin énekelni fogok, az teltházas, bár még van pár üres hely. Viszont amikor karmesterként lépek fel, akkor üzenetátadó szerepem is van. 60 éves karmesterként az a feladatom, hogy támogassam a felnövekvő generációt és az új fiatal szereplőket ebben a komoly zenei szférában. A Filharmónia Magyarországnak is fontos feladata, hogy a fiatal generációt támogassa. A La Rondin koncertekkel ezt tesszük. Sok fiatal művésszel dolgozunk, feladatunk megmutatni, hogy van utánpótlás. Tette hozzá José Curá, világhírű tenor. A Zeneszület Fesztivál szeptember 4-én indul, és 10-ig várja a komoly zeneszerelmeseit a pécsi utcákon, tereken.